Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és mostanra már biztosan hallottátok, hogy még több BF4 lesz, mert hogy 2015 év végéig lesz még több BF4, úgyhogy ja, a Dice-osok bejelentették, hogy a Final Stand nem az utolsó DLC volt a Battlefield 4-hez, és fognak még több DLC-t kiadni. És hát aki nem hallotta, annak itt van, tessék, ez fog megtörténni. Úgy gondolom, hogy ez egy jó hír a Battlefield 4 community közösség számára, és örülök, hogy nem hagyják el a játékot így egy év után, de végre ugye hát most is sikerült kijavítani, örülök, hogy nem hagyják el rögtön, sőt úgy gondolom, hogy ez egyféle jó kis kiengesztelés lenne arra, hogy az eleve szar játékot, amit már egy éve javítgatnak folyamatosan, némi újabb anyaggal, tartalommal töltsenek fel, esetleg új térképekkel és pályákkal, úgyhogy ez egy aféle bónusz lehetne. Amit ugye hát nem igazán tudunk, az az, hogy ezek ingyenesek lesznek, vagy csak mondjuk prémiumosoknak lesznek ingyenesek, vagy mindenkinek ingyenesek lesznek, minden esetre, ha ingyenes volna, az nagyszerű volna, és egy igazi nemes gesztus lenne a DICE részéről, ha mindezeket az új térképeket gyakorlatilag ingyen adnák oda. Úgyhogy ennek alkalmából a DICE-os kollégák csináltak is ám egy szép kis weboldalt, és megkérdezték a szép nagy közösséget, hogyha újra szeretnél látni egy Battlefield mapot, egészen Battlefield 4-ig, mi lenne az a map, amit látnál. Tehát az összes eddigi Battlefield játékból egészen Battlefield 3-ig, ugye, mi lenne az a map, melyek lennének az a mapok, amelyeket látni szeretnél. Linket a leírásban találtok, hogyha szeretnétek szavazni, és ja, menjetek el, szavazatok, vegyük mi is ebben részt, legyenek térképek, mert én is például nagyon-nagyon-nagyon szívesen visszalátnék egy-két régi térképet, és most itt nem csak BFBC 2-ről vagy Battlefield 3-ról beszélünk, hanem sokkal régebbi térképeket is, mondjuk Battlefield 1942-ből vagy 2142-ből, ami számomra egy 2142, hát számomra ez egy ilyen határátlépő volt arra, hogy felfigyeljek egyáltalán a Battlefield játékokra, és elkezdjem megszeretni. Nos, most egy ideig előttünk, kíváncsiak, hogy mit szóltok ehhez. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog. Tehát egészen 2015 decemberéig fogják ezeket tervezni, hogy kiadják folyamatosan ezeket a kis térképeket, és mondom, mint mondom, van egy link a leírásban, ott lehet szavazni, nem csak egyre szavazhatsz, hanem többre, több térképre is szavazhatsz, és remélem, hogy a DICE-osok tényleg lesznek annyira jó fejek, hogy figyelnek a közösségre, és ezt meg fogják lépni, ezt a lépést, mert például ugye amikor kiadták a Second Assault DLC-t, és ott volt közötte egy Operation Firestorm nevű térkép, akkor azon azért többnyire mindenki meglepődött, mert hogy hát az most mi, ez nem is volt annyira fun kedvenc, mint például a Damavat Peak, vagy ilyesmi. Na, de most, hogy itt vagyunk, akkor én is szeretném megcsinálni, vagy elmondani nektek az én választásaimat eme térképek alapján, hogy én melyeket gondoltam, vagy melyiket szerettem anno, és melyiket látnám szívesen elképzelve az új grafikus motor alatt, és az egyrészt úgy gondolom, hogy fantasztikusan néznének ki, és ugyanúgy szolgálnák azt a nagyon jó kis játékélményt, amit anno szolgáltak. Úgyhogy jöjjenek esetleg olyan térképek, amivel sokatok nem is játszott, ha éppen nem is hallott, de hogy az ősi gamerek biztosan tudják, hogy miről beszélek, és kezdjük szépen 1942-ben, és az pedig a North Africa lenne, a Operation Battle Axe. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó térkép volt, nem elég nyílt a terep, azt kell mondjam, hatalmas térkép lenne szerintem Battlefield 4-be, de, és tudom azt is, hogy van már egy sivatagos pálya, nagyon, nagyon ugye a Silk Road
névre hallgat, Battlefield névre, de egy, nagyon szeretem az ilyen kis sivatagos pályákat, és ennél a North Africánál el tudnám képzelni, hogy még valahol középtájra a térképnek beraknak egy ilyen kisebb afrikai falvacskát, kiemelnek egy-két jobban dűnét, hogy jobban el tudjon bújni a gyalogság az esetleges tankok elől, és úgy gondolom, hogy azzal a kis városkával ott középen, dűnékkel, mindennel hatalmas játékot lehetne belőle csinálni. Szóval mi lennének, ez lenne az egyik választás. A többi térkép 1942-ből lenne egy-kettő, amire én mondhatni azt, hogy jól lehetne választani. Például a Berlin, azt hiszem, hogy az is egy nagyon ikonikus map 1942 terén, mert gondoljátok végig azt a játékot, ahol egy ilyen újra egy új, szebb és jobb grafikus motort csinálnának azok az 1942-es, tehát a háború korabeli házakkal, stb. Érdekes élmény lenne játszani egy ilyen térképen. Nos, és ugorjunk át a többi térképre, amit nagyon-nagyon-nagyon szívesen játszanak, és az pedig ugye a Battlefield 2142, és onnan a térképeink, az egyik térképem lenne pedig a Verdun. Azt hiszem, az is egy nagyon jó pálya lenne, és megengedne minden nagyon jó csatát járművekkel, és egy nagyon jó csatát embereknek is, mert tehát itt gyakorlatilag gyalogságra és járművekre is van tervezve, és van egy kis városi része, ahol a gyalogság meg tudja magát védeni, vagy éppen egymás ellen fel tudja venni a harcot, szóval így jól el lehetne oszlatni, hogy senki ne unatkozzon azon a pályán. A másik, ami egy nagyon jó kis pálya lenne, úgy gondolom, mind erre visszalátni, az a Suez Canal lenne, nagy híd középen, és hát sniperektől kezdve tankokon keresztül, ugye egyik csapat benyomul a másik oldalra, a másik oldal benyomul az egyik oldalra, és egy nagyon jó kis harc tudna kialakulni, nem beszélve arról, hogy megfelelő térkép helikoptereknek számára, és a map design, tehát a térképzője már akkor sem nézett ki rosszul, szóval már akkor is jól nézett ki, szóval az a kis naplementés hangulat, azt visszahozni egy ilyen új grafikus motorral, azzal a környezettel, azzal a szépséggel, amit most tud kínálni a Battlefield 4, Suez Canal egy hihetetlenül hangulatos térkép lenne, nem beszélve, hogyha még beadnának valami időjárás féleséget is ebbe az egészbe. És tényleg például ugye egy homokvihar a 2142-es térképre ugye azért hihetetlen élménnyel szolgálna. És most jön számomra az egyik abszolút favorit térkép a 2142-ből, az a Cerbera Landing lenne. Tehát az a térkép nálam valahogy vitte a pálmát, és nem tudom, meg volt a hangulata, hogy a spawnról fogtad magad, beültél egy titánba, vagy egy járművel, leutókáztál a városra, és akkor ott megkezdődött egy hihetetlen csata. És amilyen ilyen extrát így kitaláltam a játékra, tudom ugye, hogy a Final Stage-nek ilyen 2142 hangulata van, és akkor jó lenne, hogyha egy szerveren landingen bizonyos pontokon lennének már ilyen előtitánok, vagy nem is tudom, ilyen stationary titánok, amivel beülsz, és ugyanazt a hangulatot idézik, amit a 2142-ben idéztek, csak éppen nem tudna velük mozogni, hanem mondjuk csak lőni, ilyen légvédelmi funkció lenne, vagy éppen könnyű gyalogság védelme lenne, vagy valami ilyesmi védelem, el tudnám képzelni, csak azt a hangulatot adja vissza, amikor beülsz és forogsz, és ugyanazt a hangot a lövésre, és a többi. Szerintem nagyon hangulatos lenne, és meghozná egy kicsit, visszahozná azt a régi 2142-es emléket. A másik pedig, amire nagyon, nagyon szívesen látnék, mivel hogy 2015 ugye decemberéig húznák ezeket a DLC-ket, nagyon szívesen látnék egy-két fegyvert is újra tervezve, szóval egy AK-t, vagy éppen a 2142-es fegyverek némelyik ilyen prototípusát, mint a Final Stand-ben is ugye megtalálhatjuk a csipát, de egy-két ilyen gépfegyvert, mint egy ilyen prototípust így megtalálnál a pályán, és akkor így felvehetnéd, és játszhatnál, vagy éppen be is építhetnék a játékba, szerintem nagyszerű lenne. Ugye a 2142-es fegyvereket is
egy-kettőt visszanéznék, ahogy így megtalálod a pályát, mit tudom én, egy ilyen ásatás címen, és így ki tud venni, és akkor ott lenne a kezedben egy Kar 98, vagy egy MP40-es, vagy valami. Azt hiszem teljes mértékben meg lenne a hangulatra. Természetesen nem túl elrugaszkodva a valóságtól, a már mennyire lehet azt mondani, hogy valóság. Ja, de ezek lennének az én kedvenc térképeim, és írjátok le ti is a ti kedvenc térképeitek, hogy mit látnátok szívesen újra Battlefield 4-ben. Mondjuk azért még nekem lenne ott talán egy Damavad Peak is a BF3-ból, nem mintha nem játszottam volna vele eleget, de még az is jöhetne szívesen. Nos, tényleg ennyi lett volna, írjátok le a kedvenc térképeiteket, kíváncsi vagyok, hogy melyek a választásaitok, úgyhogy hajrá! Sziasztok, köszönöm a figyelmet!